Vannak olyan gól nélküli meccsek, amelyek sokkal élvezetesebbek, jóval magasabb színvonalak, mint sok olyan futzál, illetve futball találkozó, amelyeken több gól is esik. Ilyen volt ezúttal a Tolnai Sportcsarnokban lejátszott női NB1-es futzál rangadó, a szekszárdi UFC Hajdúböszörmény meccs, mely annyira végig lüktető és izgalmas, eseménydús, mi több közönség szórakoztató is volt, hogy sajnálta az a majdnem 400 néző, hogy a 2x20 perc tiszta játékidő viszonylag hamar észrevétlenül elröppent. A döntetlen a 0-0 alapvetően igazságos. Nagyszerű kapus teljesítmények mindkét oldalon, különösen a szekszárdi Hargas Anna Mária mutatott be a második félidőben nagy bravúrokat. Egy ponttal egyik csapat sem volt boldog, de nem is bánkódhatott miatta. A szekszárdiak talán azért nem, mert a mérkőzés hajrájában az ukrán spillerüket, Anna Sulhát egy nagy gólhelyzetet megelőző szándékos szabálytalansága miatt végleg kiállították, persze jogosan. És percekig a három sárgának 4-2 ellen kellett kapott gól nélkül megúsznia a kritikus játékhelyzetet. Kettős érzések vannak bennem. Úgy gondolom, hogy ez a sok néző, aki itt kint volt, az egy nagyon jó mérkőzést láthatott. Egyedül a gól hiányzott, ami a Sava-Borsa ennek az egész játéknak. A Hajdúböszörménynek is voltak helyzetei, nekünk megint rengeteg helyzetünk volt, sajnos nem tudtunk egyet értékesíteni belőle. Úgy gondolom, viszont dicséret jár a csapatomnak maximálisan a kiállítás után, ahogy oda tették magukat és csúsztak, másznak. Mondjuk ez az egész mérkőzésre jellemző volt, de ott aztán kimondottan. A csapat egyik legjobb ezúttal is a pálya minden posztján hasznosan játszó, magyar válogatott játékos Megyeri Boglárka volt. A végén már tényleg mind a két csapat elfáradt, de próbáltunk tartani, próbáltunk helyzeteket kialakítani, amit meg volt helyzetünk, nem sikerült gólra váltani, hát sajnos így alakult, de szerintem örülhetünk az egy pontnak. Tudatosak voltunk, igazából én nagyon örülök neki, hogy így játszottunk, és az edzőnk is, a Márk is elégedett volt a játékkal.